Hazai vereség a Barcelonától a férfi kézilabda bajnokok ligájában, a tavalyi döntős Veszprém csoportjában az ötödik helyre süllyedt eddigi 50%-os teljesítményével. Spanyol edzőjének keretforgatására sincs jó hatása, hogy nyártól már nem ő ül a kispadon láthatóan. Mire lesz így képes a szupercsapat tavasszal? Erről kérdezzük a klub korábbi klasszisát, Éles József a vonalban. Szia Jóska, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt kívánok! Jóska, mi hiányzott a Barcelona elleni győzelemhez, hogyha végigmegyünk a mentalitás, állóképesség, keretforgatás, edzői taktika, szóval hol láttad a gondokat? Mindig nehéz ilyen dolgokra válaszolni, ugyanis tudni kell, hogy a Barcelona egy nagyon felkészült és nagyon erős csapat, tehát folyamatos fiatalitásban vannak minden évben. Én úgy érzem, hogy amit felsoroltál, ebben minden benne van, tehát ezt lehetne vesézni igazából több órán keresztül. Én az első fél év után nagyon ilyen pozitívan keltem fel a tévé elől. Én azt hittem, hogy a Veszprém ezt be tudja húzni egy ilyen nagyon nehéz második fél idővel a mérkőzést, de így, ahogy ugye említettette, és talán egy kicsit kijött az, hogy a Barcelona jobb erőbe volt, jobban tudta frissíteni a keretét. Azok a játékosok, ugye, akik köztük ugye van 19-20 éves játékos, sokkal jobban bírta erővel, mint a miénk. Ugye a Lacikának a posztján például ugye nem volt olyan bevethető ember, aki kívülről veszélyes lett volna. Szerintem az Ilicsi is elfáradt, a Csema az igazából csak erőlködött középen. Tehát itt sok olyan összetevő van, ami miatt vereségbe szaladtunk bele, de azért tudni kell, hogy szerintem ez a Barcelona a világ egyik legjobb csapata. Igen, csak azt is tudni kell nyilván, hogy legalábbis a veszprémi szurkolók már elvárják, hogy ez a Veszprém is a világ egyik legjobb csapata, és nagyon maximalista nyilvánvalóan a szurkolótábor. Ha itt mondtál egy összetevőt, tehát ez a kor összetevő, elvárható-e a 30 éven felüli játékosoktól egy ilyen végjátékban az extra teljesítmény, ahol el tudják ezt a korkülönbséget tüntetni? Már csak azért is kérdezem, mert azért, hogyha a széles, nagy veszprémi keretet megnézzük, akadnak abban fiatalok is. Igen, ebben az az érdekes egyébként, hogy ugye nekem volt edzőm a Vassándor, hál' Istennek, és ő nekem azt mondta, hogy ahogy egy játékos idősödik, annál többet kell edzeni. Tehát utol lehet érni egyébként valamilyen szinten állóképességben a fiatalokat, de tényleg ahhoz, hogyha egy fiatal edz mondjuk egy órát intenzíven, lehet, hogy egy idősebb játékosnak másfél órát kell. Tehát én nem látok bele igazából a Veszprémnek az edzés munkájába, de ez mindig valahogy olyan érzésem volt ebben nem csak ebben a 2017-es évben, hanem ugye 2016-ban is, hogy valahol ott a 40-45. Perc környékén a csapat mindig megállt. Tehát olyan értelemben nem tudott igazából hozzátenni semmit, nem tudott egy kicsit rálépni a gázra, mint hogy az összes többi csapat. Tehát ez biztos, hogy ennek a hatása igazából, hogy lehet, hogy az az edzés munka, ami esetleg van, vagy olyan edzés munka, az nem megfelelő. De erre nem tudok kritikát adni pont azért, mert ugye nem tudom, hogy ők mit csinálnak. De az biztos, hogy amit említettél, ez valamilyen szinten kiküszöbelhető azzal, hogyha valaki többet tett, és meg akár önszorgalomból is, akár futni megy akkor, hogyha kevés az edzés. Világos, ez nagyon érdekes, amit mondtam, ugye a Vassándori logika szerint, tehát arról beszélünk, hogy a kor előre haladtával éppenséggel többet kell edzeni, ami persze ugye, amiről nagyon sokat szoktunk beszélni a Veszprém esetében, hogy az idősebb, meg a válogatottnál is az idősebb játékosoknak nagyobb pihenésre, regenerációra van szükség. Elvileg ez paradoxon lenne, valójában nem feltétlenül paradoxon, igaz? Hát nem feltétlen, de ugye összhangba kell hozni, tehát az biztos, hogy azért amennyivel többet is kell edzeni egy idősebb játékosnak, igazából tényleg intenzitás szerűen, tehát sokkal többet kéne szerintem futni, mint egy fiatalabbnak, de valószínű ezáltal, hogy a pihenésre is egy kicsit több idő kéne, viszont ez az, amit ugye egy nagyon szép edzői feladat, hogy ezt kell nagyon megtalálni, azt, hogy például egy mérkőzésen nem biztos, hogy egy mérkőzés előtti napon másfél órát kell valakit futtatni. De én azt látom, hogy azért ugye most ezt nem azt mondom, hogy kritikával szeretnék élni, de látszik, hogy azok a lövőink, akik ugye tavaly úgy húzták a Veszprémnek a szekerét, hogy minden mérkőzésen 8-10 gólokat lőttek, azok most nagyon visszaestek, és ez egyébként ennek biztos, hogy betudható. Szerintem betudható az is, hogy lehet, hogy a csapatban azáltal, ugye, hogy nagyon sok vereségbe futottak bele ősszel, egy kicsit így a mentálisan is akár így a csapaton belüli hangulat sem annyira jó lehet, mint amennyire ugye logikusan egy győzelem adhat. Tehát én tudom magamról is pont azért, hogy amikor a csapat nyer, akkor úgy megy az ember az edzésre és úgy megy az öltözőbe, hogy minden kerek. Amikor a csapat már kikap, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, akkor már egy kicsit úgy
egymást is elindítják így egymás felé a kritikát, plusz ugye a nézők is ugye elkezdik támadni a csapatot, a vezetőség is, és ugye kicsit remegő kézzel megy föl mindenki a pályára, és most egy picit ezt is érzem. Én nagyon féltem a csapatot a holnapi rangadótól is, mert azért kívül bejátszani ilyen hangulattal nem lesz egyszerű, de én nagyon drukkolok nekik. Na igen, amit mondtál, ráadásul ez bonyolítja az is, hogy mindezt egy olyan szezonban, egy olyan tavasz kezdetén kellene jól működtetni, amikor van egy edző, akiről már lehet tudni kimondatot, hogy nyártól nem ő lesz, hanem egy nagy nevű másik mestert szerződtettek a klubhoz, tehát hogy valami lezárult. De mégse zárul le, mert van egy fél év, amit vele együtt kell csinálni. Mit gondolsz, ilyenkor milyen a viszony, vagy mit lehet metakommunikációsan legalábbis kívülről érzékelni Szabaté mester meg a játékosok között? Hát most, ha én lennék az edző, mondjuk Veszprémben, akkor valószínű, hogy én még duplára nyomnék valahogy a pedálra, hogy megmutassam, hogy én vagyok a világon az egyik legjobb edző, és valamilyen szinten jogtalanul küldtek el. Tehát ugye a kommunikáció az abból állt, hogy ősszel ugye rengeteg mérkőzést lejátszik a Veszprém, pont azért, hogy tavasszal mindenki friss legyen, és úgy mennyivel a mérkőzésekből, hogy minden nyerjen. Most ennek ellenére igaz, hogy pont a Barcelona jött, ami hát nem egy szerencsés sorsolás, aki ugye, mint tudjuk, a legjobb csapat, szerintem a BL-ben az egyik, és ugye kikaptunk tőlük. Na most én nagyon csalódnék a Szabatéba, hogyha esetleg feladná ezt, és úgy értékelő, hogy most már neki teljesen mindegy van, három hónapon, ha nyerek, ha nem nyerek, akkor úgy is megyek. Tehát én épp pont ez lennék, hogy én meg akarnám mutatni a világnak, mindenkinek, hogy én vagyok a legjobb edző, és hogy jogtalanul küldenek el. Na most várjál, Jóska, bocsáss meg, azt ad abszurdum, el tudod képzelni, hogyha Szabaté mesterben mégis kihunyna az ambíció, éppen ezért, mert egy ilyen helyzet van, lehet, hogy valaki így reagál rá, akkor elképzelhetőnek tartanád azt, hogy a szezon hátra lévő részében átmeneti megoldást legyen, tehát mondjuk Nikola Eklemovics üljön le a kispadra. Hát most ugye, hát én azt mondom neked, hogy ez előfordulhat, egy ilyet meghúzni azért nem egy... egyszerű dolog, ráadásul ugye az Eklemovicsról tudjuk, hogy életében nem edzősködött, egyetlen csapatnál sem, még a szivacskézilabdában sem nagyon. Tehát én azért neki odaadni egy stafétabotot azért szerintem nem egy kis kockázat. Viszont én mindig azt mondom, hogy egy edzői feladatot ugye ellátják az emberek, a világban látunk olyan edzőket, akik ugye játékosként azonnal belecsöppentek az edzősködésbe, és nagyon jó edzők váltak belőle. Tehát, de mondjuk a Nikola, ugye ő azért soha nem voltak, legalábbis nem tudom, hogy lennének-e ilyen ambíciói, de biztos, hogy vannak olyan emberek, hogy ezt a 3 vagy 4 hónapot esetleg át tudják a csapattal úgy vészelni, hogy jobb impulzust és nagyobb hatást adnának a mérkőzésekre. Én szerintem a Szabaténak ez egy nagy falat volt, én úgy érzem, ez már az elején szerintem látszódott. Ugye az Ortega után, hogy megkapta ezt a szafizotbotot, ő szerintem életében nem volt igazából komoly edző, szerintem, mint nevesen csengett úgy a kézlabdában, mint akár mondjuk azért a Vranyesi, azért maradjunk annyiba. Tehát az is elképzelhető, hogy egy ilyen csapatnak azért valamilyen szinten egy edzőre fel kell nézni. Én ezt Szabatéban nem láttam soha. Igen, na most Jóska, végül azt hadd kérdezzem, szerinted mindezek ellenére, mindezen probléma halmaz tetején ülve most, ahogy mondtad, kutya kemény meccs szerdán a Kiel ellen, mekkora realitás a Final Four elérése? Bármi lehet. Tehát ez elsülhet így is, elsülhet úgy is. Én látom a túloldali csoportot, azért a Veszprém, hogyha negyedik vagy ötödikként ér oda mondjuk, szerintem a túloldalon azért bárkit meg tud verni. Tehát azért két mérkőzésen már bizonyította a Veszprém azt, hogy egy nagy akarással bárkit meg tud verni, én szerintem. Erre nagyon nehéz azt mondani most ebben a szituációban, hogy tényleg odaér-e a négy közé. Tehát azért tudjuk, hogy nagyon-nagyon komoly és jó csapatok vannak. Kulcsfontosságú az, hogy egy Palmarsson például mikor fog felépülni, mert azért a bárhogy nézzük a csapatnak jelen pillanatban még ő a motorja, tehát ő azért azt szerintem ebből a felállításból nagyon hiányzik. Hát meg igazából hiányzik az is, hogy egyszer egy olyan csapat kerüljön a pályára, aki nyerni tud, és nem lövők nélkül, meg nem szélsők nélkül, hanem egyszer valaki úgy rakjon össze egy csapatot, aki tényleg, hogyha valaki elfárad, akkor bemegy, és új erőt ad a csapatnak, nem visszahúzza. Jóska, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, köszönöm. Én is köszönöm szépen.